A magyar felsőoktatás egyébként is változatos képzési lehetőséget nyújt, de jelen egyetemen olyan stratégiai ágazatok koncentrálódnak, amelyek az államnak, amely hosszú távon fenn akar maradni és polgári javára tevékenykedni, különös hangsúlyt kell fektetnie. Ezért vezette be a kormány az életpályamodellt a különböző hivatásrendekben, hogy az állam szolgálatába állók tudják, nem csak az ő kiváló munkájukra számítanak, hanem ők is kiszámítható, biztos életpályát kapnak szolgálataikért cserébe. Nem csak hatalmas felelősséggel jár a hivatásuk, de megbecsülést és érvényesülésű lehetőséget is jelent a közszolgálat.